Így befejeztem az ebédszünetet. Igen, ennyi szent. És itt lesz egy epic nagy zombi fight, ugyanis egy nagy niger zombi. Mivel nagyon el leszünk itt egy darabig. Igen, egy nagy niger zombi. Egymást csalogatjuk, egymást löködjük, meg minden, és te voltál a legjobban beszarva. Ahogy igen. Hogy úristen, nagy niger zombi, aztán egyfolytában felrugott engem amúgy. Igen, itt eldobtam azt hiszem egy molotovot is, meg amúgy shotgunnal döntem. Nézted már a király baltámat? Már hányszor még mondtam is, hogy egy pszichopata vagy. Ja, mi akkor baltával voltam? Akkor ezek szerint már azzal voltam. Na mindegy, itt egyébként csak így elsétáltam, mert kíváncsi voltam, hogy erre mi van, erre Lámbor követett engem, mintha tudnám, hogy hova megyek. Igen. Ez nagyon nagy jelenet volt. Nem, a legjobb jelenet az volt, amikor körbe-körbe mentünk. Igen, az tény és való. Igen, az volt az eddigi legjobb. Egymást keressük. És egy percen keresztül csak körbe-körbe megyünk. És én megkérdezem, hogy te hova mész, te meg engem keresel. Igen. Legjobb jelenet. Miközben te végig mögöttem mész. De hát az klasszikus volt. Igen. Júj. Te ott nagyon el vagy amúgy. Éppen a zombikat sorozod. Én pedig egy tetkós zombit éppen megölök. Vagy ennek még nincs tetkója? Ja igen, majd kár egyébként tényleg, hogy nem az eredeti felvétel, és elkezdtem csodálni a zombiknek a tetkóit. Amányt ezeknek az indián zombiknak. Hát ez is a te hibád. Minden az én hibám. Igen, ez alapvető. Igen, ez alapvető. Minden a te hibád. De most kezdünk el menni a jó irányba. A fény útján most haladunk. De amúgy... Ja, itt lesz beszorulva egy zombi. Igen, és ide akarsz bemenni, és nem mondod meg, hogy hogyan mentél be. És így találunk két molotovot, amit nekem adsz. Igen. És utána semmit nem érünk vele. Hogy figyelj, hogyha meg én vettem volna fel a molotovokat, akkor pedig lehet, hogy nekem halt be volna a Winchesterem. Szóval... Igen, ez a hiba. Igen. Nem kellett volna fölvenni azt a két molotovot. Igen, szerintem az a hibája mindennek. Szerintem ez nyilvánvaló. Na, de egyébként itt nem lesz egy nincs a zombi? Ja nem, az felvételen kívül volt, amikor ebédszünet volt, akkor Lámbor beállt a sarokba, én pedig elkezdtem keresni a bajt, és az lett a vége, hogy Lámbor üti az összes zombi. Szóval ez a lehető legjobb választás. Nézem, hogyan ölnek. Tök igen. Jó. Legkreatívabb dolog. Ilyen sincs minden nap, evés közben nézheted, hogy ölnek. Igen. Amúgy most... Ja, itt olaszoltam el az utat. Amúgy nagyon kreatív tolaszülés, átugrom. Júj. De mindesetre itt lesz benne egy niger zombi, amit megpróbálok kicsalni ahhoz, hogy Lámbor megölhesse a Molotov koktéljával. Csak egy a baj, hogy az a niger zombi az egyetemben kisétál a Molotov koktéljának a tűz köréből. Nem, itt még nem dobtam oda, hanem itt még téged kezdett el kelgetni. Amúgy én, ha helyedbe lettem volna, akkor rám dobom a Molotovot. Nézem, milyen cuki. Menj már az ajtóból! Ja, igen, így beálltam az ajtóba. Már jön, de az így nagy nehezen kirolnak, és így pont itt jön. És így amúgy, miért? És engem akar egyfolytában. Végig téged követ, én meg ott állok benn hátul, és próbálom hátba lőni. Figyelj, amiért cuki, hogy rohan felém. Gyökér. Ram. Ram. Az a neve, hogy Ram. Ez az. Már megint szaladni fog, és most nem fog tudni kitérni előle. Ja, most próbáltam egy ninja technikát. Azt próbáltam megcsinálni, hogy amikor szaladt felém, akkor fejbe rúgni, de nem hatott rá. És akkor így közben én meg itt lövöm, mert engem kezd el követni a mocsadék. Há, és figyelj, oda megyek és elkezd engem. Igen, az abban a pillanatban... 1100-at sebeztem rá, úgyhogy hátba vágtam. Figyelj! Ez mi? Isten vagyok hátba csapásba. És én meg ott hátulról lövöm pisztolyat. És megint engem akar. És amikor akar. Oda megyek, akkor... Hehe, gyökér vagy. És amikor egy darabig itt el leszünk, és visszamegy a helyére. Ahogy igen, nem is egy darabig, pár másodpercig leszünk csak itt. Igen, de itt el akarom dobni a molotovot, és már nincs itt. Visszasétált. De hogy lehet ilyen gyorsan visszasétálni, amikor kifele is tartott neki kb. 10 másodpercig az út, visszafele pedig 1 másodpercig. Nem tudom ez mi. Valami speedhack-et. Szerintem valószínű. Sőt, nyilvánvaló. És én végül ott fogom a kezembe a molotovot, én dobásra készen. Én pedig nem merek bemenni, mert rám dobnád a molotovot. És megnyugtattalak, hogy nem fogom. De én nem bízok benned, annak elére bemegyek, mert más választásom nincs. És ismét köszönök neki, hogy szia, és már rohan felé. És így fölkinedik a falra. Szegény nigger zombi. Akarom mondani Ram. Nehogy már normális nevét mondjam, hogy Ram. Ez az. Ram. Gyere ki. A haverom. Igen, a haverod. És ide szaladok, hogy...
Itt is végig. Neked mi lenne az első reakciót, ha elrohan előtted egy nálad kétszer nagyobb lángoló zombi? Én ezt szakadnék a röhögéstől. Ez nő egy ilyen lángfelhő elszalad előtte, ami nálam kétszer nagyobb. És így néznék és szakadnék a röhögéstől, hogy what the fuck? Ez az. Good job. Igen. Ez egy klasszikus. Jó, itt meg így javítasz szokásosan, engem meg ott hagysz. Persze, hát figyelj. Hogy én is javítsam. Igen, mindjárt jössz ide és javítasz te is. Igen. Jelent, te kivégezted azt a zombit valószínűleg, amíg fel akart kelni. Igen. Meg azt, amit is találtam molotovot. Igen. Tök jó. Ja igen, ott volt a terem végében volt kettő molotov. Ja, tök jó volt megtalálni őket. Itt nézem, itt nosztalgiáztam, hogy vajon melyik lenne a legjobb. És így végül úgy döntöttem, hogy a hatalmas fejsze, amit el fogok adni a következő bevásárlóhelynél. Toxic, raktál a toxic molotov. Igen, nézem, bűzölög. Ez mekkora jó már. Bűzögő. Ax! Ez az! Bizony, Ax! Most megkülön egy olyan reklám, amiben jöttel így Ax reklám, és így a hap így fogja a kezébe a bűzölgő Axot. Ez az! Megkülön lenne! Jézusom! Ax Apollo Space Academy. Csatlakozz most, hogy kijuthass a világűrbe. axapollo.com. És így a csajok így kóstolhatnának utána, hogy kell! Igen, főleg, hogy az férfiaknak van. Igen, de igazából tudod, utána mindig a csajok mentek utána, hogy bam, itt is egy molotov, most találtál egy molotovot, amit direkt ott meghagytál nekem. Igen, és nem ez az... És ezek hogy kerültek ide? Nem tudom. És te nem veszed észre őket? Hogy tudsz figyelmen kívül hadni ja, igen, három zombit? Igen, nem vettem őket észre, és te szóltál, hogy itt jönnek, és akkor kezdtem el futni. Amúgy ezt látod, egyetlen egy ütéssel lekapom a fejeket. Ennek a tetkóját kezdtem el csodálni. Komolyan! Nézzétek már meg! Mekkora jó már ez a tetkó! Szia! Kát! Egyből a fejét! Itt, igen, itt legugoltam és elkezdtem nézni a tetkóit. Egyébként tényleg milyen jó lehet már annak, aki teljes testi tetkókat visel? Nem. Tök menő. Milyen jó lehetett neki fölrakatni. Igen, főleg... Tök élvezetes lehetett. Főleg intim tájékon. Ott azért eléggé... nem irigylem. Azt mondom, hogy nem irigylem inkább. De ez tényleg milyen lehet már? Meg az arcod, arctetkó. Az milyen jó érzés lehet. Még a hátad ugye alapból érzékenyebb. És az Ilyen Batman mozgatot ráraksz, és akkor én a sötét lomat. Nem, én majd azt szeretném, hogyha majd kigyúrom magamat, tudod? Akkor majd ilyen pár éven belül. 100-200 ezer év múlva. Ez az, megint repültem és nem vesztettem HP-t. A kedvenc tetkom az a sárkány tetkó. Milyen jó lenne, mert végig a vállamon egy ilyen sárkány tetkó. Ez mekkora jól néz ki? Hogy gyúrlatlan a föld. Miért? Mert elég. A tűz sárkány és így lángol a tetkó. Én már meg jól vagyok? Mögöttem. Már kell frusztrálni, hogy... Én... Nem itt vagyok. Hát igen. Ezért kéne mindig velem jönnöd, de te mindig lemaradsz egy 20-30 méterre. Amikor meg veled megyek, akkor meg miért követsz? Tök jó. Azért, hogyha velem jössz, akkor sosem jó irányba megyek, ezt már megszoktam. Igen. Hogyha pedig én követlek téged, akkor pedig mindig körbe-körbe megyünk. Igen. Mert te már megszoktad, hogy engem követsz. Igen. Esd le. Hát tudod, te vitted ki a játékot. Én. Te tudod, hova kell menni. De akkor is. Főleg úgy, hogy mindig neked van betéve a feladat, én meg nem rakom be. Hát nem ártana beraknod mondjuk. Itt most így összegyűlünk és várunk 10 másodpercet, hogy végre tudjuk csinálni azt, amit kéne. Amúgy, itt pontosan mi is volt a feladat? Itt meg kellett nyomnom egy gombot. És te arra vártál, hogy én oda menjek és megnyomjam. Igen. Szóval már megérte várni. De amúgy azt bírom, hogy az ilyen helyeken olyan gyakran vannak javító asztalok, hogy azon hihetetlen. Bezzeg, amikor mondjuk majd a végén a börtönben leszünk, így évente, ha egyet találunk. Hát a Fury mód. Itt is használjuk majd. Igen. Egyszerre mind a ketten benyomjuk, mert ez itt és... oda. Én ölök meg mindenkit, meg itt el kell idegeskedni, hogy eltűnt a Fury mód. Ne, nekem az volt, hogy ugye mindketten benyomtuk, mindketten leülünk két zombit, amikor összesen négy van, mondom, hú, itt milyen jó darálás lesz, te is benyomod velem egy időben, máskor nem is lehetne jobbkor. Igen. És benyomod pont akkor, és erre mindketten csak egyet tudunk meg. Tök jó pillanat volt. Ez az. Ez egy tök jó pillanat volt. Amikor sok zombi, akkor egyenlő Fury mód.
Ja, igen, és az a baj, hogy én is így gondolkodtam. Igen. és ez lehet abból, hogy nem élveztük ki a harcot, és a fiúrink is eltűnt. Igen, de egyébként az a jó, hogy viszonylag gyorsan újra töltödik nekem, mert én többet ölök. Nem pedig csak nézem, hogy a másik öl. Én is többet ölök. De nem nálam. De. Nézd meg. Én magam. De most is a hápja sincs az omlét, de mi mindig ordítozik. De meg itt elszaladsz, hagyod, hogy megölj. Igen, figyeljetőd, én ott eltáncikálom. Persze. Ja, Gangnam Style nyomod. Ja. Dead Island Style. Ó, tegyünk már be olyan módot a játékba, így amikor kivisszük. Nem, az úgy kéne, hogy a zombik így ugrálnának feléd Gangnam Style. Igen, hogy akkor a legeslegvégén kivisszük, és így benyomunk egy ilyet. Bang! És ez ilyen jó használatot. És itt hirtelen bal oldalt megjelenik három zombi, akit nekem kell majd megölni, mert te nem veszed őket. Ja, de észrevettem, csak engem különösebben nem érdekel, mert nem tudok átütni. Most a fiú, az oszlopot, ami kétszer távolabb van, mint a zombi, azt elérem, de magát a zombit nem. Szerintem tök logikus. Jó, mondjuk ez olyan, hogy így ott áll ötöd egy ember, mondasz neki valamit, de csak a mögötte lévő ember hallja. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy működne a valóságban. Lenne egy ilyen hangelnyelő csatorna. Igazából a mikrofonnal is ez volt a baj, hogy mondjuk amikor igen. Bekaptam a mikrofont, nem hallott, utána végeztünk a fölvétellel, kimegyek a szobából, és ilyet szól tökéletesen hallani. Hát az mi? Igen, ez egyébként teljesen érdekes volt, hogy így a szoba másik felében lévő embernek hallottam a köhögését, de egyébként őt nem a képen bekapta a mikrofont. Ez teljesen érdekes. Igen, tök jó. Megcáfoltuk a fizika törvényeit. Hát Nobel-díj, bazd. Igen. Ennyi. Messzebbről jobban lehet hallani mindent, mint közelről. Igen. Tehát ez érdekes. Érdekes. És végre be lehet menni javítani. Ehhez a javítópulthoz, amit már ja, nem én is tudom. Tökre örültem, hogy be lehet menni. Mióta is vártuk ezt? Kb. 30 perce? Igen. Én is tökre örültem, és amikor bementem, szembesültem azzal a ténnyel, hogy az egyik fegyveremnek 200-os sebzése. Szívás. Tehát ez... Oh. Ne printelj! Egyel is eltöntött ezt. Ne printelj! És így baj a printelj. Ez egy sok hangizácska együtt a védelem. Hangizácska megkaphatja. Nézzük printel ez a minden. Kell! Jával, printeljél már, mert nem szól a kopot! Hát írt kapom, ezt a felhívom! Jaj, maga meg mit csinál itt, kollega? Leporolom az asztalt alatt. Júj! Lehet, hogy már linkelek a videó alá, hogy ez pontosan miért is olyan nagy szám nekünk. Ne printeljél! Mit csinálsz? Musi Zoltán ennyi, egy nevet mondok. Mit csinálsz? Porolom az asztalt. Első dolog, ami eszünkbe jutott már ez. Lehet egyébként legutóbb is ez jutott eszembe, csak már nem emlékszek rá. Munkaügyeket? Gotukola. De az egyébként mi már Gotukola? Ez mi ez a név? Már nem azért Gotukola. Ezt szerintem Gokuról vették a Dragon Ballból. Eléggé valószínű. Mi ezek az idióta nevek, amiket tudnak adni? Miért? Nekem normális nevem van. Neked nem. Köszi! Mert a lámbor azért mondjuk malabon lopott név, ha úgy vesszük, mert... Igen, márka név van. Lamborghini, ennyi, gyors vagyok. Szép is. És tudsz repülni. És drága. Gyors vagyok, szép és drága. És jó van, kár, hogy senki nem fizet neked. Még ha akarnád se. Jó. De egyébként miért a Reject név az... A One Piece nevű animéből jött. Egyébként majd egyszer fogok csinálni egy videót, amiben röviden elmondom, hogy miről szól. Ez az egész név számomra, hogy miért is... Azt a videó. Nem. Csinálok egy videót, amiben elmondom röviden, miről szól a videó. Tök jó! Az értelmi szint egy új leveljét mutattunk be. Igen, ez az. Ha megint 17 méterre vagyok, ja ott éppen vásárolok most, igen. Most igen, és téged várlak, ami több igen, és én mindjárt hirtelen ide fogok teleportálni. Igen. De csak azért, mert én mondtam, hogy kell, tudod. Nem, az nem a... Mondtam, hogy nyomjál B-t, és nem megnyomtad. Azt majd akkor mondod, amikor már megint ezt hozom föl, amikor ott leszünk a szent helyen.
A szent hely. Igen. Ahol second a zombik ellen kell harcolnunk, tök szentek vagyunk, basszus. Igen. Ide nem léphet be senki, a szent területbe mész, és ott egy halom zombi. Hát tök logikus. Szent zombik, hát figyelj. Hogy lehet már ilyet figyelmen kívül hagyni? Hát figyelj, mindig kellene szent. És amikor belépünk, akkor van benne két ember. Tényleg, lehet, hogy azért tudott rohangálni az a zombi, mert szent volt. Elképzelhető. Ez már mond valamit, nem? És most végre ide jössz, és mehetünk. Akarom mondani, nem, mert valami bug adódott. Igen, nem most akadtad a csávó? Ja nem, nem. Nem, hanem most itt lefertőtlenítettek. Ide már idejeket egyszer. Le kellett fertőtleníteni magunkat azért, hogy átmenjünk tovább zombikat övetni. Igen, tök logikus. Minek ide logika? Hát ez egy játék, tudod. Ja, itt lesz majd a bugos bácsi. Ja, itt fog beszorulni a falba. Vagy úgy menni egy helybe, vagy... Ez mi csinált már? Ezt láttad, ezt a... Gotukala, gotukala, keletek a gotukalán biztos. Ezt inkább nem mondom tovább. Júj. Cserébb légytörést kell csinálnunk. Igen, elképzelhető. De rajtad fogom ketté tölni. Nem, te sipcsonttal fogod csinálni. Igen. Sőt, fejjel! Az a legjobb. Jöjj. Ja, ezt bírtam, hogy itt fekszik egy zombi. Ja, itt még nincs nála pénz. De itt fekszik egy zombi, itt...